Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm az esti mérleg nézőit. Ugyan a mai napon csendes és nyugodt volt az idő, plusz fokokat is mérhettünk, azonban a hét elején és mondhatjuk az előző héten is többször volt rossz idő, jeges, havas, csúszós utak voltak. A mai témát ez adja. A vendégünk Molnár István a Magyar Közút ZRT Fehér igazgatója. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Tehát a téli üzemeltetés lesz a mai témánk. Mielőtt belekezdünk, nézzük meg, hogy a tegnapi napon, hétfőn mi történt, hiszen több baleset is volt, ugye ónos eső, jeges utak voltak túlnyomó részt a megyében. Nézzük meg ezt a bejátszást, és akkor innen folytatjuk. A követési távolságot betartva a szabályosan és a megszokottnál óvatosabban közlekednek az autósok a Szent Flórián körúton. A mínuszoknak ugyan búcsút inthetünk egy időre, az ónos eső megérkezett hétfőre, így a csúszos utakra, parkokba egyelőre kevesebben merészkedtek ki délelőtt. Bár már nulla fok fölé emelkedett a hőmérséklet, itt az Icsiligetben nem sok emberrel találkoztunk, és a hátam mögött látható játszótér is üres. A havas esőt és az esőt pedig ónos eső követte, több baleset is történt a megyében. Éppen ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság óvatosságra inti a közlekedőket. Főként azért, mert most sokkal könnyebben megcsúszhatnak a gépjárművek az utakon. Felgyűrödött motorháztető, a lámpák kitörve. Ez az autó is vélhetően a csúszós út miatt ütközött szalakorlátnak a délelőtti órákban az M7-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Pázmánd és a Válivölgyi pihenő között. De nem csak az autópályán történt baleset, Zámoly és Székesfehérvár között lesodródott az útról egy autó, a 81-es főúton egy kamion pótkocsia, őskű és várpalota között pedig egy autó csúszott az árokba, illetve Csákberény és Csákvár között egy kis teherautó borult fel. A balesetek során személyi sérülés nem történt. A szakemberek azt kérik a sofőröktől, hogy a megszokottnál is óvatosabban közlekedjenek, tartsák be a követési távolságot és az időjárási körülményeknek megfelelő sebességgel haladjanak. Az utakon. Nos, ahogy láthattuk a hétfői napon azonos eső okozott problémákat itt a megyében. Picit mielőtt belemegyünk a részletekbe, tisztázzuk, hogy a Magyar Közút igazgatósága mely területekért felel. Igazgatóságunk az országos közúthálózat kezelését végzi. úgy az országos közúthálózat alatt a nagyobb forgalmú, jellemzően e, és a megyében a nagyobb forgalmú utakat értjük. Ez pontosan Fehér megyében 1400 km úthálózat kezelését jelenti. Ez fő és mellékúthálózatot jelent, de jelenti az autópályák kezelését is. Kezelésünkbe tartozik az M7-es autópálya egészen Budapestől a Köröshegyi illetve az m 8 as autópálya Dunójóvárosi Dunahíddal együtt ezek nagyobb utak, mint az önkormányzatok kezelésében lévő utak. Itt Fehérváron például mi a körgyűrűt kezeljük, ugye a Kadocsa út, Szent Flórián körút, illetve a Székesfehérvár nyugati elkerülőjét, és ez az emberútak pedig a Székesfehérmegyőjú város kezelésében, a városgondolkosság kezelésében vannak. Melyek azok, amik, melyek azok a területek, itt a város határa gondolok, illetve a környező településekre, amelyek ilyenkor mondjuk, hogyha egy átfúvásos helyzet lehet, akkor mondjuk veszélyben vannak? Így van, tehát az idei már most elmondható, hogy nagyobb kihívás elé állítja mind a közútkezelőt, mind a közlekedőket, hiszen egy átlagos téren körülbelül 60 sikos, nappal, 60 sikos, napról beszélhetünk, és kb. 20-25 havas napról. Ugye a tél az jellemzően november 10 és március 15-e között időszakról, mint egy 150 napról beszélünk tél időszakról. És az idei télen ezt már kezdjük elérni ezeket a mutatószámokat. Január 8-án is volt egy kiadós havazás, hófúvás, és az elmúlt héten kettől már volt hóhavazás, hó illetve csütörtök pénteken már hóáthúvások is keletkeztek a megyében. Fejér megyéről azt kell tudni, hogy földrajz adottsága miatt egy viszonylag szeles megye, és ezen viszonylag nagy területeken agrárművelés folyik, ez mind-mind elősegítő ófúvások kialakulását. Az 1400 kilométerből mintegy 220 km hófúvás veszélyes, ez az, az országos átlagot meghaladó kilométerhoz. Például Pest megyében a hóátfúvások jóval kisebb problémát jelentenek, de Dunántúlon ilyen megye egyébként még Veszprém megye is, vagy Somogy a Komárom egyet is mondhatnám, ezek hófúvás veszélyesek. De a kérdésére válaszolva itt a környéken, ugye nagyon neves ilyen szempontból a Székesfehérvár Zámoly Gántút, Székesfehérvár Zámoly közötti szakasza. Ez időtlen idők óta hófúvás veszélyes, de említhetném itt Fehérvár környezetében az Úrhidai útat is, ezen is mostani időszakban is viszonylag nagyobb hóáthúvások keletkeztek. Beszéljünk egy picit az önök munkájáról, hiszen ugye, ahogy említette is, most már a, ebben a szezonban sokkal több munkájuk lehetett, mondjuk, mint az előző évekhez képest. Persze ezt csak most így külső szemlélőként látjuk, mert hát nyilván a dolgos napokon azért más jellegű munkák is adódnak, de hogy ebben az elmúlt pár hétben mi az, amivel önöknek kellett szembesülniük? úgy konkrétan, tehát hogy mondjuk mi lehet, hogy a híradásainkban nem tudtunk arról beszámolni, hogy mondjuk múlt hét pénteken vagy csütörtökről péntek virradóra hóátfúvások voltak, mivel nem volt olyan jelentős, de nyilván önöknek azért kellett dolgozniuk. Így van, hát mint említettem, január 8-án is volt egy intenzív hazás, és viszonylag előszér volt, 50 km per óra feletti szél. Ez azt eredményezte, hogy aznap délután már a Zámoly-Gánti úton ö, olyan nagy mértékű elakadások keletkeztek, tehát a járművek már nem bírtak közlekedni, ugye a rendőrséggel közösen le kellett zárnunk ezt az utcakaszt, illetve múlt héten egy vegyes halmozállapotú csapadék volt, hol hó, hol, eső, hol eső, hol, -hol, -es, hol -havazás, és ez is viszonylag nagyobb szélintenzitással párosult, emiatt ugye folyamatos üzemmódra kényszerültünk. Ugye ez azt jelenti, hogy a közúta a időszakban 12 órás szolgálatot lát el, és bizony, amikor ilyen kitett időjárás van, tehát folyamatos havazás van, vagy hófúvások vannak, akkor folyamatosan kell dolgoznunk, tehát az nap 24 órájában, 12 órás váltásokban a gépek gyakorlatilag folyamatosan mennek, csak akkor állnak le, amikor gázolajat illetve sót vételeznek fel, illetve ez is párosul egy irányító rendszer, tehát ezt az 1400 kilométert, ezt hat mérnökségről látjuk el ennek az irányítását, illetve megyei központból innen Fehérváról, és minden mérnökségünk, illetve megyei központból ilyenkor 24 órás felügyeletet adunk. Innen figyeljük a gépek mozgását, az időjárási körülményeket, és irányítjuk gyakorlatilag a beavatkozást, fogadjuk a közlekedők bejelentését, a társzerveink bejelentését, és koordináljuk a feladatot. Tehát ebből lehet, hogy a lakosság keveset érzékel, de ilyenkor gyakorlatilag, mint egy 44 gép és mindegy 150 ember folyamatosan éjjel-nappal azon dolgozik, hogy az utakon lehessen közlekedni. Jellemzően ugye a forgalom az a reggel órákban és a délután órákban csúcsosodik ki, ugye általában műszakváltások a megyében reggel 6 és este 10 órakor vannak és ugye az iskolában munkahelyekre irányuló forgalom is 7 és 8 óra között csúcsosodik ki, hogy ekkor az utak járhatóak legyenek, akkor fél négy és ajnali három órakor kell gyakorlatilag a gépkezelőknek elindulni, és az üzletet le tudják takarítani. El lehet képzelni, hogy egy hófúvásos időszakban, amikor teljesen sötét van, és alig látni, és egy emberül egy ilyen gépen, az milyen kihívás állítja a dolgozóinkat. Igen, ezt jó is, hogy tisztáztuk, mert ugye uh. múlt héten is, hogy mondjuk a szerdai napon volt egy ilyen nagyobb havazás, ott azért elég sok olyan jellegű bejelentés érkezett például ide a Vörösmarty rádióba, hogy nem takarítják az utakat. Holott akkor ezek szerint mégiscsak takarítják, csak hát ugye, ugye a forgalom is nehezíti ezt, meg az újabban lehulló hó, tehát azért, azért ezzel az embereknek is számolniuk kell. Így van, tehát maga ugye a télüzemeltetés is több szakaszra bontható többféle technológiát kíván meg. hogy az egyik a síkosságmentesítés, amikor a csúszós út ellen védekezünk. Ugye a második fajta technológia, amiről beszéltek, az a hóáltakarítás, amikor havazik, és ezt kell az utakról átávolítani, illetve a harmadik, amikor a hófúvások ellen védekezünk. Ez mind-mind más technológiát igényel. Ilyen például a síkosság, ez egy alattomos történet, hogy amikor fekete a burklat, és mégis szakaszosan az út csúszósá válhat. Ez azért van, mert ugye az országos közúthálózat hegyen, völgyön, vezetett, erdőkben, nyílt itt más-más mikroklimatikus viszonyok alakulhatnak ki, vagy az sávoknál jellemző, hogy ott a pára lecsapódik, és ez a burkatra ráfagyhat. Tehát ez azt jelenti, hogy autózhatunk itt nagy vígan jó, út, út jó körülmények között, de nyakor egy rövid szakaszon csúszós útra éretünk, ami bizony akár balesetet okoz, hogyha nem megfelelően vezetünk. Ezek ellen is próbálunk védekezni. Nyilván a meteorológiát figyeljük, vannak úgynevezett útmeteorológiai út állomásaink, amelyek a épített szondák segítségével információt adnak nekünk, hogy lefagyhat-e a bulklat, de a legjobb az a tapasztalat, hogy a közútkezelő már több mint 50, óta, 50 év óta létezik, és tudja, hogy hol alakulhatnak ki, és megpróbáljuk ezeket megelőzni, úgynevezett preventív szórással, tehát előre megszórjuk ezt a, az utcokat, hogy ez a a csúszás ne alakuljon ki, ez a sikosság ne alakuljon ki, de ezt tökéletesen nem tudjuk kivédeni. Tehát ezt azt kell mondani, hogy ugye az időjárás az olyan gyorsan tud változni, hogy minden ellen nem lehet felkészülni. Arra nincs elég technikai eszköz, illetve nincs elég anyagi forrás sem, hogy az utakat meg nem is lenne észszerű, mondjuk környezetvédelmi okokból sem, hogy minden téli reggel mondjuk megszorjuk az úthálózat teljes hosszát, hogy ne alakuljon ki ez a sikosság. Ezt egyszerűen az információk alapján próbáljuk megelőzni, többé-kevésbé ezeket azért sikerül, például a felüljárókra figyelünk, és ezekre a fagyzugos helyekre figyelünk. Aztán, ha bejön a sikosság, és teljes úthálózaton mondjuk lefagy a pár, akkor nyilván a gépek ezek folyamatosan szórják, és előzik meg ezt a sikosságot. Ugye amikor a havazás történik, akkor az ekézés és a szórás a megfelelő művelet, a hóáthúvásnál pedig folyamatos ekézés történik gyakorlatilag. Most gyakran ér bennünket kritika, hogy mi nem szórunk, nem látják a gépeinket. De elmondtam, erre az 1400 kilométerre 44 gépet alkalmazunk, ez az észszerűség határa. Nyilvánvalóan itt méretezni kell a technikai berendezéseket, az emberi erőforrást és az anyagiakat is. És ugye ez úgy alakul ki, hogy egy gépnek kb. 30-40 kilométeres körzetet kell ellátnia és ő ezen forog, ezt előre megtervezzük, úgynevezett körzetbejárási tervek vannak. Ugye ezt a szakmát mérnökök irányítják, hogy a mérnökökre az jellemző, mindent megterveznek, a telet is megtervezzük, minden tél előtt készül egy üzlet téli terv, ugye akkor minden megvan tervezve, ki milyen gépen ül, merre közlekedik, hová megy. Tehát, mint említettem, egy 30-40 kilométeres kört jár be, láthatóan egy körrel, mire végez és újra megtankolja ugye az autót, illetve soval feltölti a, a adapterét, az kb. 3-5 óra, amíg egy kört jelent meg Tehát ezért van az, hogy a, a közlekedők nem minden pillanatban láthatnak sószorót, mert ő valamikor van a körzetében, vagy éppen a telephelyen ugye vételező a szakmai anyagokat. Tehát ezért van az, hogy nem mindig látjuk, kb. 3-4 óra múlva tudunk mi ugyanarra pontra eljutni, ahol már egyszer jártunk. Nyilván 3-4 óra pedig sok minden történhet, tehát ha van egy intenzív halvazás, akkor például már lehet egy 10 centi hó, és nyilván ezt látják ugye a közlekedők. Ennél nagyobb gép, dolgoznánk, akkor az, az, nagyon sok helyen állnának, tehát nem nincs olyan átlagos tél. Az átlagos tél, ami egyébként mire méretezzük mi a saját erőforrásainkat, az mondjuk egy 30 km per óránál nem nagyobb szél, 24 óránál nem nagyobb hóesés, és mínusz 8 Celsius foknál nem alacsonyabb hőmérséklet. Erre méretezünk mindent erre a gazdasági erőforrásainkat úgy méretezzük, hogy egy tél átlagosan ez az 1400 kilométeres házaton kb. 700 millió forintunkba kerül. Ebben benne vannak ugye a, a gépjárművek működési költsége és a human erőforrás működési költsége. Ez egyébként az éves keretünknek kb. 25%-a, tehát a tél az körülbelül lesz jelenti az igazgatóságunk életében. Egy picit a gyakorlatias részre térjünk át itt a műsorunk vége felé. Milyen tanácsokat tudna adni a nézőknek, az utazóknak, mi az, amivel fel kéne szerelni az autót, és hogyan lehet kivédeni azt, hogy mondjuk balesetek történjenek egy-egy csúszós úton? Igen, én nagyon szeretném nyomatékosan azt hangsúlyozni, hogy a téli közlekedés az egy kooperatív művelet, sok minden függ a közútkezelőtől, de legalább ugyanannyi fogja a közlekedőktől is. Tehát a téra a járművezetőknek is fel kell készülniük, elsősorban a fejben, másodszorban a járműveket kell felkészíteni erre. Jó példát tudok mondani, hogy a január 8-át említettem, itt elég sok jármű, 5-6 jármű elakadt ebben az úgynevezett zámai hófúvásban. Most az elmúlt csütörtökön pénteken körülbelül ugyanakkor a szélerősség volt, és ugyanolyan hófúvások jelentkeztek, mégsem akadtak el járművek. Ezt én csak kismértékben tulajdonítom a mi hatékonyabb működésünknek, de én úgy éreztem, hogy a járművezetők is jobban felkészültek. Például lassabban kell közlekedni, nyilván az időjárási körülményeknek megfelelően kell közlekedni. A balesetek zöme a sajnos, ez a nyári forgalomra is igaz, a nem megfelelően megválasztott sebességből adódik. Nyilván télen, ha csúszósabb útszakasz van, nagyon óvatosan kell közlekedni. Tehát ha látunk egy fekete burkolatot, és tudjuk, hogy esett vagy esik a hó és hóát, húvásokat mond a kommunikáció, a média, akkor arra kell számítanunk, hogy lehet, hogy 5 km után egy húát-húvásos szakaszra érünk, tehát nagyon-nagyon óvatosan kell közlekedni, lassan, megfontoltan, és is nyilván fel kell készíteni. A téli gumiabroncs, ugye a Magyarországon nem kötelező, még ugye a szomszédországban, Ausztriában ezt kötelezővé tették, de nagyon ajánlott, hiszen télen nélkül nem lehet közlekedni, plusz 7 fok alatt mindenképpen alkalmas ilyet venni. Nem is a legdrágább gumiabroncsot kell megvenni, de az a lényeg, hogy téli gumiabroncs kell, hogy legyen. Az autó pedig legyen feltöltve nyilván téli szélvédőmosó folyadékkal, nem árt ilyenkor a hólapát, a melegöltözet. Láttunk nagyon lenge ruházatban öltözött elakadt járművekben utazókat, italt is érdemes vinni, lehetőleg meleg italt, és ugye mai korban már mondjuk a feltöltött mobiltelefon az egy alaptörténet, hogy tudjunk segítséget kérni, hiszen a, a szervezetek rendelkezésre állnak, és a mentés megadja, nyilván itt a terszervek dolgoznak, de a közlekedőknek is nagyon fel kell készülnie, és bizony a téren vigyázni kell. Az útviszonyokról hogyan és hol érdeklődhetnek az autosok? A megyei útviszonyokról a mi megyei ügyeletünkön tudnak érdeklődni. Ez a 22-es közleszám 819 400-as telefonszám. Itt a nap 24 órában konkrét megyei útszakaszokról informáljuk a közlekedőket. A közült működtet egy nagyon innovatív honlapot, ez a www.utinform.hu, ahol mind térképes, mind szöveges adatokkal az aktuális információkat, utálapotokat, torlódásokat lehet nyomon követni. Itt akár grafikusan is, akár lekérdezéses alapon, tehát ez egy nagyon jól működtethető honlap. Itt ugye már a szomszédos megyékről is kaphatunk információt, illetve a telefonon kívánnak érdeklődni az utaználok ez az 1-es 336-2400-as telefonszám, ahol már a szomszédos országok listát, aki hosszabb távra utazik is kaphatott információt, hogy ez az által igénybe kívánt venni utáhozat az mennyire járható, mennyire közlekedhető. Még egy nagyon rövid kérdés. Önök egy kicsit jóval elő, illetve jóval, jóval előrébb látnak, mint mi. Lesznek még ezen a télen ilyen rázósabb helyzetek? Biztos vagyok benne, ugye a meteorológia az durván 7 napra szolgáltat megbízható adatokat. A jelenlegi előjelzés szerint most egy melegedés várható, lesz csapadék, főleg a hétvégén de egy eső, tehát most téli időjárási helyzetre nem számítunk, de a következő napokban is hajnalban csúszás kialakulhat, tehát mi nem piálhatunk. Hajnalban a gépek biztos, hogy menni fognak, és ahol szükséges beavatkoznak, de én biztos vagyok abban, hogy a tél hátra hátralévő felében még lesznek ilyen komolyabb időjárási helyzetek. Azt tapasztaljuk egyébként, hogy az éghajlat változik, és ilyen szélsőségesebbé alakul, tehát nincsenek olyan nagyon hosszú terek, mint hogy régebben az elődeink emlegetnek, mondjuk a 87-es tél, vagy a 95-ös is egy nagyobb tél volt, de ilyen rövidebb telek kialakulnak, ahol nagyon intenzív a csapadék, és akár intenzív fúvás is van, tehát tél az, az még lesz. Köszönöm szépen, hogy elfáradt hozzánk, és hát mit kívánhatnék, mint hogy kevesebb munkát erre a térre most már. Köszönjük köszönöm szépen. Köszönöm is. Kedves nézőink, önök pedig vigyázzanak magukra, mindig tájékozódjanak indulás előtt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.